Az emeletes irodaházat 2019-ben adták át, de már akkor is bővítésre tervezték. A cégek számára rövid idő alatt kiderült, hogy hamarosan megtelnek a helyiségek. 2021 nyarán kezdődött a következő nagy léptékű gazdasági fejlesztés. Az emelet egyik fele a Studio Present szoftverfejlesztő cégé, akik saját okos otthon rendszer fejlesztésével is foglalkoznak. A Digital Hive ez egy komplex projekt volt, három cég fogott össze, hogy megvalósítsa ezt a fejlesztést. Most ebből a három cégből kettő terjeszkedett tovább, így a Studio Presentben mi kaptunk pont egy ugyanakkora irodát, mint a plusz egy akkora irodát, mint amekkoránk volt, tehát eddig 32-en tudtunk leülni és dolgozni fizikailag itt, most pedig majdnem 60-an le fogunk tudni ülni, úgyhogy ez egy hatalmas fejlődés. A Studio Present már birtokba is vette a második emeleti irodát, ami az első emeleti mintájára készült, pontosan fölötte. Most már több mint 35-en vagyunk, de úgy gondoljuk, hogy még van egy 20-20 pár hely, amit fel tudunk tölteni, nem rohanunk vele. Az egyik, az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem épp a legegyszerűbb feladat új fejlesztőket találni, nem lehetetlen, szerencsére elég vonzó az épület, az irodaház, vonzó lett azt gondolom, hogy mindegyik cég, aki itt dolgozik a Digital Hive-on belül, úgyhogy ez egy jó előnyt kovácsolt számunkra, viszont nem akarunk rohanni, mert ha nem minőséges kollégákat találunk, akkor az a munkának a kárára megy, de a mi számításaink szerint ez körülbelül 2 év alatt be fog telni. Körülbelül 400 négyzetméter az a terület, amelyet a két cég birtokba vehet ezen az emeleten. Az ICB Tech, a felszinti iroda után hamarosan a második emeletre is kibővíti működését. Új fejlesztéseket kezdtünk el, új projekteket, és arra számítunk, hogy a jövőben is ez a fejlesztés új lehetőségeket tár nekünk, és tovább tudunk fejlődni. Hányan vannak most a cégben, hányan dolgoznak? Jelenleg 30 alkalmazottunk van. És mivel foglalkozik a cég? Szoftverfejlesztés, hardverfejlesztés, ügyviteli szoftverek, IoT rendszerek fejlesztése, úgyhogy digitalizációs folyamatok lebonyolítása, úgyhogy elsősorban korszerűsítjük az üzleti folyamatokat. Az időközben megdráguló építőanyagok és emelkedő munkadíjak drágábbá tették a jelenlegi fejlesztés, mint az egész eddigi épület felhúzását. Az elején a szomszédok egy kicsit kételkedtek az egész irodaház iránt, de aztán ahogy felépült, és ahogy itt ez a környék is igazából elkezdett fejlődni, mert több új építkezés van környéken, valahogy az egész környék elkezdett fejlődni. A beltéri, szellemi munkát számos kültéri, kreatív megoldással igyekeznek ellensúlyozni a munkaadók. Folyamatosan bővül és korszerűsödik az udvar. Legutóbb fedett biciklitároló és egy wellness részleg is épült, ahol edzőterem, szauna áll rendelkezésre, a jó időbe köszöntével pedig egy medence is lesz.